Bal lábad van a labdán, talpad, és külsőre-belsőre forgatva a labdát, folyamatos kontaktban van a lábad a labdával, jó? És itt is már ugye azt beszéljük, hogy nem nézed a labdát. Azaz belsőre, külsőre járatunk olyan. 5-6 éves gyerekekről beszélünk, jó? 5-6 éves gyerekek. Jó, másik lábban is mondjuk mindenki két lábban, adott idő energiaráfordítással. Egészen húzd le külsőre, hozd ide a belsőre. Végig kontaktban marad a lábad a labdával. Próbáld meg úgy, hogy nem nézed, minél kevesebbet van a tekintet a labdán. Hallod. Jó, kérem szépen. Második, innen a talpról külsőre húzom le a labdát. Jó, ide a külső tűz részére és vissza. Ne! Azaz pedig beforgatom, hogy is ráborul a labdára. Hallod. Másik lát. Jó, ugyanezt teljes sűdre, talpról teljes sűdre boruljon rá a labda a lábfejedre és vissza. Egészen tövéri a ágyat. Vagy adunk nevet neki, hogy Puskás Cseh, Ronaldinho, Zidane, akármi, vagy valami irányadat, hogy láb mögötti, vagy láb előtti, vagy átlépős, vagy bicikli, vagy valami, hogy legyen egy sémája, egy képe nagyjából a gyereknek, hogy mit is és hogyan csinál. Jó? Végigvisszük ezt a, amit beszéltünk múlt héten is, mert korábban egy egyszerűbbtől a bonyolultabb felé. Kevésbé összetettől a jobban összetett irányába. Végigviszünk négy féle cser. Jó? Hogy hogyan építenénk föl, hogyan lehet ezekben szépen haladni. Jobblával a drágítól a labdára, visszahúzod belsőre, köszönöm, visszahúzod belsőre és kifelé Puskás Cseh jelleggel, kifordítod a lábadat egyikkel, másikkal. Gyakorlatilag azt kell elmagyaráznod a picinek, mintha V betűket akarna rajzolni a labdával. Jó? Egyikkel megtolod, másikkal rálépsz meg át. Ne! És mit nem csinálsz most? Igen. Nem nézem a labdát, nem nézem a földet, ugye fönt van a fejem. Nézem, hogy a másik hogy csinálja maximum, ha nem zavar össze. Vagy nézek valamerre más irányba. Igen, egy minimális szöggelésbe lehet, hogy egy gyorsítom, és abban nem feltétlenül a Puskás Cseh, de az összes többi cselni kialakul, ez a szöggelő dinamikus helyzet. Jó, azt próbáljuk egy kicsit most megogatom el. Nem kell szögdelni, mert ugye most találkozol először ezzel a gyakorlattal, 6 évesen, és lehet, hogy el fog gördülni a labda, el fog menni valamerre, meg kell, hogy érezzed. A dinamikus részével nézzük meg, hogy jövünk, egy kicsit szűkítjük vissza a területet, jó? Mert... Ugyanúgy nincs rajta a tekintet, ha emlékszel, nincs a labdán a tekintet. Jó, oké. Lépős csellel, átlépek a labda fölött, külsővel megtolom, megállítom azonos lábbal. Átlépek fölötte, külsővel megtolom, megállítom azonos lábbal. Tehát teljesen egyszerű, álló a labda, átlép, külső, megállít. Átlép, külső, megállít. Jó? Mert...
labdába, mint hogyha három lépésen kiáltnél a labdát. Átlép, külső, átlép, külső, átlép, külső, így van, három lépésen kis picit tolsz csak rajta éppen irányba. Három lépésen kinek van a gyors keresztül. Lapla, lábnek a lapla mellé a lábra megtolsz, és megcsinálom tovább. Jó! Akkor nem befelé lépek, hanem kifelé körzök a labda körül, jó? Egy körzés, másik láb külsőjével tudom meg megállítani. Egy körzés, másik láb külsője meg megállítani. Jó, kérek szépen egyet viszont meg kedvéért, hogy valaki nekem biztos. Tehát egy, kettő, megállj. Egy, kettő, megállj. Oké? Meg! Legyen benne a perifériásban, ott van a labda, de mégis nézem, hogy előttem mi történik. Jó, oké. Okay. Értelemszerűen mi ezek a úgymond alapcsövek, amikről most beszéltünk, amiket kipróbáltuk, ezeknek millió egyféle variációja van. Ezért nem is nagyon lehet kategorizálni annyira élesen őket, hiszen a puskás cserét tudjuk, hogy talp belső van, de ugyanezt meg lehet csinálni talp külsővel is, ugye? Láb mögöttinél. Áthúzom befelé, visszahúzom külsőre, abba az irányba mentem el. Átlépősni, átléphetek a labda fölött, ahogy csináltuk, de átléphetek a labda előtt, sőt a labda mögött is. Ugye? És ott futolhatom el a külsőre. Bicikliné, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es bicikli, 1-2 és a harmadikra torom például. Millió egyféle változata van. Ami most nekünk fontos, az az, hogy most ugye helyben voltunk, és akkor ebből megyünk tovább mozgásra. Igen, mert az egyszerű. Helyben dolgozunk, helyben csináljuk, megérezzük a labdát, aztán a labdát és közben próbáljuk meg ezeket a dolgokat megoldani. Jó? Menjünk a kettőt. Gondolkozós, egy kicsit már úgymond kognitívabb dolog. A 5-7 évesnél nem kell feltétlenül erőltetni azt, hogy egyik láb, másik láb, mindig csak azt fogod mondani például, hogy csak bal lábbal fogod csinálni a puskát a sípra, csak a bal lábbal fogod csinálni a tapsra a láb mögött. De nem kell ennyire megbonyolítani a kicsiknél a dolgot, csak a bal lábbal dolgozhat. Jó? Tehát most hopra puskás, sípra láb mögött. Na mehet a láb mögött! A múltkor tanult elvek alapján. Azt gondolom, nem is kell mondanom. Tapsra nincs semmi. Gratulálok. Volt. Hopp! Meg. Így van. Így van, egyik, akkor utána a másik. Hopp! 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 Így van, kössük össze a kettőt. Vezetem az üres területbe. Hopp! Hopp! Jó, oké. Okay. Thank you.
de egy kicsit ilyen pszichológiai hadviselés, hogy kezd a új anyagot a másik lábbal, átlagban kevésbé ügyes lábbal, jobban rá fog koncentrálni, nem fogja elflegmázni, és amikor utána a második körben a másik lábbal jön, akkor brillírozik, és úgymond pozitívan fog tűnni a gyakorlat. Ha jó, akkor én, ha nem csak, akkor 6-8-10. Szép gyors! Így van! Nem az, hanem az összes többiben, mint a volt élet. Laza, laza! Van jobb! Hallod! Úgy kellünk föl, gyerekek, mint a nagyanyám a karosszívből hozzák a nyugdíjat. A lényeg az, hogy különböző kiinduló helyzetek már önmagukban tudnak erősítő jellegűek lenni. Guggolásból történő, fekvőtámaszból történő, állásból történő, a fordulattal történő, gyakorlatok mind-mind más jellegű kondicionális hatást gyakorolnak. Ugye innen ebből, gyors megindulás felállásból valószínűleg durrani fog a lábad ezerrel, sokkal jobban, mint ha állásból a mozdulatgyorsaságra mennénk csak rá. Ugye keményen meg lehet indulni fekvőtámaszba, megvan ez az előfeszült helyzet, amivel nagyon meg lehet robbanni, ott meg fogja dolgozni a karizmat, hajlítót, feszítő, vádlit, az a fajta történet. Mozdulatgyorsaság, reakciógyorsaság, reagálásgyorsaság attól függően,
hogy közel van a labda, távol van a labda, milyen fajta kiinduló helyzet van, hogyan indulsz meg, mekkora távolságra kell kifutni. Pattogva van a, pattogva jön a labda, nem pattogva, pattogva jön a labda, megindulsz, le kell lassítanád, levenni, és megint ritmus váltani. Érted? Tehát ezekben kell gondolkodni, nem csak azért, hogy változatos legyen, nem csak azért, hogy jól néz ki, hanem ez mind olyan fajta inger, amiben, amivel neked játszanod kell attól függően, hogy melyik irányba akarod elvinni a gyakorlatnak a hangsúlyát. Milyen irányból? Szemből, oldalról, hátulról rézsút, ugye? Megvan. Talajon vagy levegőben, így van, talajon állva, avagy becsúszó jelleggel. Levegőben megelőző szerelés jelleggel, emlékszel? Kettő darab a labdát! Értelemszerűen a 7 évestől, 9 évestől, inkább már a 9 évestől nem fogsz labdán követelni karrajtást, ezt megbeszéltük, nem fogja tudni megcsinálni. De egy darab körver gyakorlattal jöhet vissza a területben, azzal már is egy kicsit optimálisabb a dolog. Jó, akinél nincs labda, szeret? Mi van labda? Megnéz. Elvenni. És utána nálam marad? Nála, hát igen. Igen. Hát nézd tovább vele! Mert ha nálad nincsen labda a végén, akkor gondol vagy. Tehát kimegy, akkor kötelező váltott lábú dekázás van neki. Vagy kihosszor azt a körbe gyakorlatot, amit neki folyamatosan csinálnia kell. Vagy valami. Ugye? Már is végén te akarsz lenni nyertes, mert értelemszerűen ilyen King of the Ring jelleggel próbálod megoldani a dolgot. Jó, nézzünk akkor egy olyat, mindenkinél van labda. Deka a kint lévőknek, deka! Jaj, a kettős, hogy itt eldől. Hajdott a sajátodat, ennyi. Cselezés van benne, bőven szerelés itt az ezen a törvény. Tehát van benne folyamatosan kontakt, van benne folyamatosan párharc, van benne folyamatosan testestelni küzdelem. Van folyamatosan ez a hangsúlyozott technikai elem a dologban. Jó? Millió egyféleképpen lehet még színezni ezt a részét. A szerelés része ugye ugyanúgy átvihető erre az egy-egy ellenire is. Ugye, ha emlékszed, bármilyen egy-egy elleni játékban megjelenik, ahol a cselezés megjelenik, valószínűleg a szerelés része is megjelenik. A szerelés részére nézzünk egy kicsit még úgy rá, hogy van egy olyan, hogy megelőző szerelés. A megelőző szerelésnél az a fontos, hogy a te mozgásodat össze kell kössed az ellenfél mozgásával és a labdával. Pont ezért lesz olyan kicsi, aki összörösen csinálja, de a nagyon fiatalok nem fogják tudni még ezt minden esetben értelmezni.